Szeretettel köszöntöm, hogy itt megjelenteket. Hát ugye én sem tudtam még mire vállalkozok akkor, amikor a Katalin megkért, mert hát ugye egy karácsony hetében elég zsufoltak az embernek a napjai. De hát azért próbálok valamit mondani Szent Lucáról, és így a karácsony környéki szentekről. A keresztény üldözés elkezdődött Néró császár keresztény üldözésével, amikor Rómát fölgyújtatta egy őrült pillanatában, és hát ugye a történetírók leírják róla, hogy a saját verseit szavalta a császári palota erkélyéről, amikor lángokban állt Róma. És tessék elképzelni, hogy az ókori viszonylat szerint Róma az egy nagy város volt, 14 kerületéből 10 kerület porrá égett. És akkor az emberek föllázadtak, és mindenki azt gondolta, hogy a császár volt a tettes, és a császári palota felé vonultak, és akkor a császár megrémült, és nem tudta, hogy mit tegyen, el akart bujdosni. És akkor neki volt egy prozelita felesége, a Poppea, és az ő tanácsára fogta rá, hogy a keresztények gyújtották föl Rómát, és ezzel kezdődik el a keresztény üldözés, amely tulajdonképpen a római birodalomban Nagy Konstantin császár uralkodásáig tart, amíg ő ki nem adja milánói ediktumot, amelyben vallásszabadságot biztosít a keresztények számára, és megengedi nekik azt, hogy a templomokat építsenek, és ő jár a templom építésben elöljár. Többek között, hát ugye Betlehemben, Jeruzsálemben ő építeti meg a Szent Sír bazilikát, valamint Jézus Krisztusnak a születési barlangja fölé, azt a bazilikát, amelyet hát mai napig is lehet látni, valamint Rómában Szent Péter és Szent Pál apostolnak a sírjai fölé szintén egy hatalmas templomot épít. De tehát a római birodalomban hát közel 300 éven keresztül dúlt a keresztény üldözés, és talán a legvéresebb keresztény üldözés az Diokléciánus császár uralkodása alatt volt. Az egyesek azt mondják, hogy Diokléciánus az egy rabszolgának a fia, aki egészen a császári posztig vitte, Dalmáciába született, aki járt Splitben, és járt az ő palotájában, akkor el tudja képzelni, hogy milyen nagy tekintélye lehetett, hogyha ekkora palotát tudott magának nyugalomba vonulására biztosítani. De tehát a keresztény üldözés az ő uralkodása alatt kezdődik el, a 303. február 23-án indul meg, ebben kiad egy ediktumot, amelyben azt mondja, hogy minden keresztény építményt, tehát templomot, minden építményt le kell rombolni. És a következő pedig az volt, hogy a papokat börtönbe kell záratni, mert ugye a mondás az, ha megverem a pásztort, akkor szétszéled a nyáj. És akkor a harmadik pedig az volt, hogy a pogány istenek szobra előtt a keresztényeknek áldozatot kellett bemutatni, és azok a foglyok, vagy azok az emberek, akik ezt megtették, azok mennevelet kaptak, és szabadon élhették az életüket. Közben történt egy olyan eset, hogy állítólag villámcsapás történt, hogy belecsapott a császári palotába, és tűzütött ki, és próbálta a császár ezt kivizsgáltatni, de a vizsgálat eredménytelen lett, és az egyik tanácsadójának a tanácsára szintén ugye a keresztényekre fogták rá, hogy a keresztények voltak azok, akik hát fölgyújtották és bújtogattak. Most ezzel tulajdonképpen a 300 év alatt Diokléni császár uralkodás alatt volt a legvéresebb keresztény üldözés, ahol a legtöbb keresztény embert kivégezték. Többek között Szent Lúcia is, Luca vagy Lux, ugye ebből a szóból származik az ő neve, amely fényt jelent. Diokléciánus császár uralkodása alatt szenvedett vértanú halált. Ő Szirakuzában született, egy gazdag családból, és az édesanyja nagyon súlyosan megbetegedett, és hát ő elment, elvitte az édesanyját Szent Ágnesnek a sírjához, és ott imádkoztak. És közben, imádkozás közben ő elszenderedett, és megjelent neki Szent Ágnes, és azt mondta neki, hogy a hited is meggyógyította volna az édesanyádat. És mivel az édesanyja meggyógyult, és ahogyan a sírjától tértek hazafelé, azt kérte az édesanyjától, hogy ne kelljen neki férjhez menni.
tudnik, akkor már Szent Lucának megvolt a jegyese, egy gazdag patricius családból származó fiatalember, aki hát nem is annyira a Lucának a kegyeit akarta elnyerni, mint inkább a vagyonát, mert a legenda, illetve a hagyomány szerint az házassághoz hatalmas hazományt is vitt volna Luca. Na most, ugye amikor hazaértek, akkor az édesanyja megígérte neki, hogy nem kényszerítik erre a házasság lépésre, és akkor ő azt fogadta, mivel az édesanyja meggyógyult, hogy hát Krisztus lesz az ő jegyese, és szüzességi fogadalmat tett, és ezt egészen a haláláig be is tartotta. Most mivel a fiatalember elesett a hozománytól, ezért őt följelentette a város bírájánál, hogy keresztény. És akkor elfogták Szent Lucát, próbálták kényszeríteni, hogy mutasson be áldozatot a pogány istenek szobora előtt, de ezt az áldozatot nem mutatta be, megtagadta, mert azt mondta, hogy Jézus Krisztusért ő nem árulja el a hitét, nem árulja el Jézus Krisztust, hanem megmarad az ő szeretetében és az ő szolgálatában. Most akkor arra ítélték, hogy egy bordélyházba vigyék el, és ott becstanítsék meg, és a bíró azt mondta, hogy azért, hogy a szent lelket üzzék ki belőle. Viszont nem tudták elvinni, mert Szentlélekhez imádkozva a hagyomány szerint olyan súlyú lett a súlya, hogy nem tudták elvontatni még ökrökkel sem, tehát maradt ott. Végül nem tudtak vele mit csinálni, olajba próbálták megsütni, különböző kínzásokkal akarták kivégezni, míg a hóhér egy törrel a nyakában szúrt, és hát így fejezte be aztán a földi pálya futását. Szent Luca tulajdonképpen Olaszországban nagyon népszerű szent. Santa Lucia éneket biztos mindenki hallotta, hát tulajdonképpen egy Szent Lucáról szóló olasz népdalból keletkezett ez a sláger, amelyet aztán minden nap szinte majdnem lehetett hallani valamikor a rádióban. És mivel 13-án Lux, ugye ebből adódik az ő neve, és a Julianus naptár szerint december 13-a volt akkor a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka. És akkor amikor a kalendáriumot összeállították, akkor úgy gondolták, hogy emiatt, a neve miatt erre a napra helyezik Szent Lucának az ünnepét. És valószínű, hogy ezen a napon is végezték ki. Tudjuk, a keresztény hagyományban az van, hogy a kivégzés vagy a halál napja az a mennyei születésnapot is jelenti. És hát ugye így kerül aztán Szent Luca december 13-ára, de ugye a Gergely naptár az egy kicsit eltolódott, mert itt most ugye a karácsonyra esik, illetve december 24-ére esik a legrövidebb nappal, és akkor utána már azt mondják, hogy egy tyúk lépéssel hosszabbak a nappalok. Szent Lucát a középkori Európában nagy tisztelet vette körül oly annyira, hogy az úgynevezett 7 vagy 14 segítő szent közé is besorolták. És hát ugye sokféle legenda maradt fönt az ő életéről, de talán a legnépszerűbb ábrázolása az, amikor a szemeit tartja egy tálon. Kétféle változata is van, hogy ez hogyan veszítette el a szemeit. Először talán azt lehetne kiemelni, hogy ő saját maga szedte ki, hogy így elcsúfítsa a saját testét, és hogy így a kérője visszakozzon a házasság kötéstől. A legendája másik változata pedig az, hogy a hóhér, amikor megkínoszta, akkor szúrta ki az ő szemét. És általában az ikonográfiában, a művészet történelemben, illetve a képábrázolásban úgy szokták ábrázolni Szent Lucát, hogy vagy a környezetében, vagy a kezén egy tálcán két szemet tart, és a kezében pedig pálma ágat. Ugye a pálma az a vértanúságnak a jelképe, tehát hogyha valamelyik szentnek a kezébe egy pálmát lát az ember, egy pálmaágat lát az ember, akkor az azt jelenti, hogy vértanú halált szenvedett az illető ember. Most ugye, mivel hát
szemeit elveszítette, ezért a szemorvosoknak, a szemfájosoknak a védőszentje lett. Ha valaki ismeri Dantének az Isteni színjáték című művét, akkor nagyon előszeretettel és szépen ír Szent Lucáról. Mégpedig azért, mert ő is nagyon gyakran szenvedett szemfájásban, és hát nagyon sokszor rászorult az ő segítségére, illetve imádkozott hozzá és kérve az ő segítségét, hogy csillapítsa az ő szemfájásait. Több helyen is találkozhatunk az Isteni színjáték című művében Szent Lucával, ahol hát ő nagy tisztelettel hódol neki. És hát amint mondtam, az ikonográfiában ez nagyon elterjedt az ő ábrázolásmódja, legtöbbször ugye pálma ággal ábrázolják, és az, hogy a tálcán tartja az ő szemeit. Szent Luca, amit mondtam, 283 közül körül született, és 303-ban, körülbelül 20 éves korában fejezte be földi pályafutását. Ugye Diokléciánus császár 305-ben halt meg, és ugye ő is körülbelül 304-ben vonult vissza, és ami nagyon érdekes dolog, hogy aki járt Splitbe és járt a palotában, ami város a városban, akkor az ő mauzóleuma fölött ma egy keresztény templom, egy római katolikus templom található. Tehát ugye az életnek a paradoxonja, hogy a legnagyobb keresztény üldözött császár sírja fölött egy keresztény templom épült, illetve alakították át az ő mauzóleumát templommá. Magyarországon elég korán föltűnik az ő tisztelete, különösen az a legenda aureából veszik át, ez az alany legenda, amely a szenteknek az életét, különösen a vértanú szenteknek az életét mutatja be, és ugye a vértanú szenteknél pedig fönnmaradt egy úgynevezett vértanú akta, és legtöbb szentek az életét az aurea ebből veszi át, és innen kerül át aztán a magyar kódexekbe is, így az érdi kódexbe, és a többi kódexbe is, és ezek nyomán terjed el aztán az ő tisztelete. Mondjuk templomot nem nagyon szenteltek az ő tiszteletére Magyarországon, de külföldön, például Olaszországban annál nagyobb népszerűségnek örvend. A Szirakuzában a Szent János katedrális, ugye az 1800-as évek elején összeomlott, és amikor 1860-ban ott kutatásokat végeztek, akkor megtalálták az ő sírfeliratát. És hát mai napig is hát ott található és ott látható Szirakuzában az ő sírja, de később az ő csontjai elkerültek Konstantinápolyba, és Konstantinápolyból pedig Velencébe. Tehát ha valaki most meg akarja nézni, vagy tiszteletét akarja tenni Szent Luca erekéi előtt, akkor Velencébe kell elmenni, és akkor ott találja meg. Ott oltára van helyezve, és akkor ott lehet kérni az ő segítségét, lehet kérni az ő támogatását. Mivel délen, a déli népeknél általában a fényt jelentette, itt az északi népeknél, vagy a közép-európai népeknél az a fény, az a sötétség is összekeveredik, és akkor hát ugye ilyen mágikus babonaság is keveredik az ő nevéhez, és ebből kifolyólag nem nagyon szerették a Luca nevet adni az embereknek. Hát gondolom, itt a múltkor elmondták az ő nevéhez kapcsolódó különböző néphagyományokat és szokásokat, és hát többek között van ugye Luca búzának az elkészítés, amikor Szent Luca napján elvetik a búzát, és karácsonyra pedig hát ugye kizöldül. Aztán Szent Luca napján szoktak pogácsát sütni, és amikor a pogácsát megsütik, akkor tollakat szoktak a pogácsába belerakni, és úgy sütik meg, és hát ugye minden családtagnak volt egy pogácsája, és akinek a pogácsáján a toll az megégett, ő lesz a következő, aki meghal. És mivel hát ugye Szent Lucának a szemeit kiszedték, vagy kiszúrták, ezért az ő névnapján, vagy a neve napján, vagy ünnepén tilos volt varni. Tehát nem volt szabad varni az embereknek, meg hát egyéb ilyen szokások is járultak hozzá az ő ünnepéhez.
Tehát, és ugye ebből kifolyólag a Luca nevet nem nagyon adták Magyarországon, mert ugye féltek a fekete mágiához, ami bizonyos értelemben az ő nevéhez is kapcsolódott, habár őtől teljesen távol állt ez. És hát ugye ebből a meggondolásból így a Luca nevet nem nagyon szokták adni. Manapság már kezdik adni, hiszen én is kereszteltem már nem egy Luca nevet, mert annyira ritka név, és hát könnyű kiejteni és könnyű megjegyezni. Szent Luca ünnepe tehát karácsony előtt van, de mivel Katalin mondta nekem, hogy karácsonyhoz kapcsolódó szentekről is lehet beszélni, akkor én legelőször beszélnék Szent János apostolról, akinek az ünnepe december 28-án van. Szent János apostol az idősebbik Szent Jakab apostolnak volt a testvére, aki Jeruzsálem püspöke lett, és Herodes király, tehát a gyermekgyilkos Herodes királynak a fia ölette őt meg, Jeruzsálemben szenvedett vértanú halált. Szent János apostol volt az, aki az apostolok közül egyedül ő álltott Jézus keresztje alatt, és tulajdonképpen Szűz Máriát, Jézus Krisztus, Szent János apostolnak a gondjaira bízta. És ezt a feladatot ő teljesítette is, mert később aztán elkerült Efezusba, és Efezusnak lett a püspöke, és oda is elvitte magával Szűz Máriát, hiszen aki járt Efezusba, én sajnos nem jártam, azok beszámolnak arról, hogy elviszik őket az úgynevezett Szűz Mária házához. És amikor az első apostoli zsinat történik Jeruzsálemben, akkor magával viszi Szent János apostol Szűz Máriát, és itt szenderedik el, és aztán ugye innen viszi föl Isten őt a mennyei dicsőségbe, mert aki a világ megváltóját adta, annak a teste nem porladhat el. Szent János apostol írja a negyedik evangéliumot. Körülbelül 90 éves lehetett, amikor meghalt, természetes halállal. Az összes apostolt az vértanú halált szenvedett, Szent János apostol pedig természetes halállal halt meg. Őt is próbálták megmérgezni, a poharában mérget öntöttek, és azt akarták vele megitatni, és ahogyan az üvegporrat megáldotta, szétpattant. Most ugye Szent János apostolhoz köthető az úgynevezett János áldás, amelyet mai napig is mondjuk, amikor búcsúzunk, akkor egy János áldás még fogyasszunk el. Szent János apostol ünnepéhez kapcsolódik még egy úgynevezett borszentelés, hogy az új bort szintén megszenteljük, és akkor a gazda beleönti, elvegyíti a hordójába, és ugyanakkor pedig, hát, hogy ne a részegséget hozza az emberrel, hanem hát a testi és a lelki felüdülésnek legyen a vele járója. De mivel nem tudták ugye megmérgezni, akkor kísérleteztek azzal, hogy olajban megfőzik, de ez sem sikerült. Végül aztán Patmosz szigetére száműzték. Patmosz sziget az az égei tengerben található, közel a mai Törökország területéhez, és hát itt természetes halállal halt meg, és itt írta az újszövetségi szentírásnak az utolsó könyvét, amelyet úgy nevezünk, hogy a Jelenések könyve. És itt János leírja a könyvének az elején, hogy szólt hozzá az Isten, és azt mondta, hogy emberfia, amit látsz és hallasz, azt írd le. És hát ugye így keletkezett aztán a Jelenések könyve, amely főleg a világ végének a beteljesedésével foglalkozik, de ugyanakkor a hét laodiceai, az efezusi, a filadelfiai, hét kisázsiai egyháznak is üzen rajta keresztül Isten. Többek között az egyik egyháznak azt üzeni, hogy gondold meg, hogy honnan hova süllyedtél, és térj vissza az első szeretetedhez. Aztán karácsony másnapján ünnepeljük Szent István diákónust. Ő volt az egyháznak az első vértanúja. Diákónus a szolgálattevő volt, és abban az időben, hát különösen a betegeknek a gondozása, a szegényeknek az ellátása, és amit a keresztény emberek vagy jószándékú emberek alamizsnát összehoztak, vagy összeadtak, összegyűjtöttek,
akkor tulajdonképpen a diákonusoknak volt a kötelességük ezt szétosztani a szegények között. És ugyanakkor pedig, mivel a papír ennek az alsó, illetve az egyik fokozatához hozzá tartozott, bizonyos értelemben a liturgián, tehát a Szentmisén is szolgálatot teljesítettek. Na tehát Szent István diákonus volt, akit kivégeztek, mégpedig, akármennyire is hihetetlen, de az ő kivégzését Saul, a későbbi Szent Pál apostol irányításával történt. És különösen akkor, amikor azt mondja, hogy látom a megnyílteget, és az Isten jobbján a messiást, az Isten fiát. És akkor egy emberként rohantak rá, és halálra kövezték. Hát, hogy a zsidó törvények között az állt, hogy aki magát, vagy Isten, tehát Jézus Krisztus messiásnak mondja, akkor ezt tulajdonképpen halálra kell kövezni. Ez egy nagyon súlyos büntetés volt, és mivel Jézus Krisztus messiásnak nevezte és titulálta Szent István diákonus, ezért a legsúlyosabb büntetésben lett része, tehát halálra kövezték. És ugye az a Saul, aki az ő halálra kövezését irányította, a damaszkuszi útnál tért meg, amikor megy, hogy összegyűjtse a keresztényeket Damaszkuszban, és akkor egy nagy fényességet lát, és egy hangot hall, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És akkor megkérdezi tőle, hogy hát ki vagy te, Uram? És akkor mondja, hogy a názareti Jézus, akit te üldözöl. És ugye ez a damaszkuszi utat nevezzük párfordulásnak, és a párfordulás ugye január 25-én van, akkor ünnepeljük Szent Pál apostolnak a megtérését. Na tehát ez így történt, és akkor még a karácsony hetében található az apró szenteknek az ünnepe. Ugye apró szentek azok a szentek, akiket Heródes király kivégeztetett. Amikor a napkeleti bölcsek elmennek, hogy meglátogassák a messiást Betlehemben, és a csillag vezeti őket, akkor Jeruzsálem fölött a csillag eltűnik. És akkor nem tudták, mit csináljanak, bementek Heródes királyhoz, és tőle kértek tanácsot, hogy mondja meg, hol kell keresni a zsidók ma született királyát. És akkor Heródes megijedt, és nem tudta elképzelni, hogy rajta kívül, hogy lehet még egy király Izraelben. Ez különben egy nagyon gonosz király volt, hogy megtette azt halála pillanatában, hogy a hippondromban összegyűjtette az előkelőket, az értelmiségieket, és amikor ő haldokolt, akkor azokat lenyilasztatta, mégpedig azért, mert azt mondotta, hogy ha ő meghal, akkor senki sem fog utána sírni, mert annyira gonosz volt az egész élete. Hogy akkor legalább az árvák és az özvegyek fognak majd sírni. Ugye ezt Józsefus Flavius a Zsidó nép történeti című könyvében ezt nagyon szépen leírja. Na tehát ehhez a féltékeny királyhoz tértek be a napkeleti bölcsek, és mivel a király nem tudott választ adni a kérdésükre, ezért összehívatta az udvari tudósait, bölcseit, akik ismerték a próféta jövendőléseket, Izaiás, Jeremiás, meg a többi prófétának a jövendőléseit, és hát ugye az egyik proféciában az áll, hogy Betlehemben kell keresni majd a megszületett, megváltót, az üdvözítőt. És akkor Heródes elmondja neki, hogy menjenek Betlehembe, és Betlehembe keresik a megváltót, az üdvözítőt, de majd ha hazafelé térnek, akkor jöjjenek be hozzá, és mondják el, hogy mincs, hogy találták, hogy ő is el tudjon menni, és hódolni előtte. De az angyal intést ad Szent Józsefnek, és azt mondja neki, fogd gyermekedet és anyját, és menekülj vele Egyiptomba, és akkor így menekül el a bölcsek látogatása után a Szent Család Egyiptomba, és az angyal intésre térnek majd csak vissza, de Heródes király halála után. És a napkeleti bölcseket is figyelmezteti Isten, és azt mondja nekik, hogy más úton térjetek vissza hazátokba. És nem térnek be Heródes királyhoz, viszont Heródes király már kifogyott a türelméből, és nem tudta tovább várni a napkeleti bölcseket, ezért kiadja a parancsot, hogy menjenek a katonák Betlehembe, és minden két éven aluli fiúgyermeket öljenek meg. Mégpedig azért két éven aluli fiúgyermeket,
mert az ő számítása szerint Jézus Krisztus nem le, és a bölcsek elmondása szerint Jézus Krisztus nem lehetett idősebb 2 évnél. És ezért adja ezt a súlyos parancsot, hogy minden 2 éven aluli fiú gyermeket öljenek meg, és hát ezt a szörnyű tettet végre is hajtják. És ezeket a kisgyermekeket, akiket Herodes király megöletett, ezeket nevezzük mi apró szenteknek. Mivel kicsik voltak, apró voltak, és hát mindjárt az ő ünnepük is Szent János apostol ünnepe után következik és található. Hát körülbelül ezek azok az ünnepek, amelyek itt karácsony környékén megül az egyház, illetve megemlékezik róluk. A másik dolog pedig, hát ugye még, ami nagyon nevezetes, a szilveszter, ami első Szent Szilveszter pápához kapcsolódik, és hát ő december 31-én hunyt el, és ezért van az ünnepe december 31-én, amely a polgári évnek az utolsó napja. És ugye az egyházi év az nem december, illetve január 1-ével kezdődik, hanem az egyházi év az advent első vasárnapjával kezdődik, amely tart Krisztus király ünnepéig, tehát advent előtti első vasárnapig. És az egyházi kalendárium ezt az időszámítást használja, természetesen a polgári évvel együtt. Viszont január 1-e az nálunk Mária Isten anyaságának az ünnepe. Ugye Mária Isten anyaságának az ünnepe az úgy alakult ki, hogy amikor Nagy Konstantin császár összehivatott egy zsinatot Níceában, amely Konstantinápoly vagy a mai Isztambul mellett található, mert tudomásom szerint talán be is épült, betagozódott ez a város rész Isztambulba, illetve akkor Konstantinápolyban. És itt tartottak egy zsinatot, és ezen a zsinaton kimondták Máriának a szüzességét, tehát az, hogy szüzen szülte a gyermeket erre a világra, és tulajdonképpen ettől kezdődik el majdnem a karácsonynak a megünneplése is, mert előtte karácsony nem ünnepelte az egyház. A húsvétot az korábban kezdték el ünnepelni, de karácsonyt nem, csak a 3. század és a 4. század elején, mégpedig ez is köthető így a níceai zsinathoz. És tehát a níceai zsinat az, amely aztán kimondja Máriának az Isten anyaságát, Theotokosz, és így kerül aztán január 1-ére Szűz Mária Isten anyaságának az ünnepe, amelyet hát mi is megszoktunk ünnepelni, mégpedig fő ünnepként, és hát a régi hagyomány szerint ezt úgy is szokták nevezni, mint kis karácsony. Van a nagy karácsony, és január 1-e pedig volt a kis karácsony, van egy ének is, hogy kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácsom. Tehát így ünnepeljük aztán január 1-ét is, mint Máriának, a Isten anyaságának az ünnepét. Én körülbelül ennyit szerettem volna a mai alkalommal elmondani, de hogyha esetleg valakinek van kérdése, akkor nyugodtan föl lehet tenni, ha tudok, válaszolok rá. Különben nagyon érdekes a szenteknek a hagiográfiája, tehát az ábrázolási módja, mert ha valaki bemegy egy templomba és lát egy freskót, egy fresményt, akkor nem tudja, hogy kiről, kit ábráz és miről van szó. De viszont azok a jelképek, amelyeket a kezébe tartanak, vagy akár az alakja mellett ott vannak, abból nagyon könnyen következtetni lehet az illető személynek a kilétére. Ugye általában Szent Katalint, akinek az ünnepe november 25-én van, kerékkel ábrázolják, mégpedig azért, mert Szent Katalint, alexandriai Szent Katalint kerékbe törték. Szintén Diokléciánus császár uralkodása alatt. És hát ugye ezekből az attribútumokból lehet következtetni mindig a szentnek a személyére. Aki vértanú volt, a vértanú kezében általában mindig ott van a pálma ág, mert a pálma az a vértanúságnak a jele, és ezzel lehet megkülönböztetni a többi szenttől a vértanú szenteket.